Kiállítással zárult az Ilyennek képzelem című alkotói pályázat, melyet az önkormányzat támogatásával írt ki a Hévízért Városvédő Egyesület 4 és 18 év közti gyermekek számára. A kezdeményezés szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy idén az Európai Környezetszépítő Verseny mezőnyében Hévíz képviseli Magyarországot. Úgy gondoltuk, hogy a nemzetközi zsűrinek, aki július 9-én megérkezik a városba, bemutatjuk azt, hogy nem csak az itt és most élő felnőttek, hanem a jövő nemzedék is ugyanúgy gondolkodik, ahogy mi, úgyhogy nagyon szeretnénk minél szebb zöld területeket, minél funkcionálisabb környezetet és szabadidő eltöltésére alkalmas tereket, zöldeket, parkokat, erdőket itt a magunk körül. Nagyon sok pályamunka érkezett, hát végül is számra nem is tudom pontosan megmondani a számukat, de volt olyan osztály, ahol minden gyerek beküldött rajzokat, a második A többek között, akik elsők is lettek ezzel a sok szép rajzzal. Az évzáró már kihirdették az általános iskolások eredményét, most pedig látható is a diákok munkája. A győztes osztályból senkit sem kellett rábeszélni arra, hogy színes ceruzát ragadjon. Alapvetően nagyon szeretnek rajzolni, és amikor ezt a témát felvetettem nekik, hát akkor láttam a szemükből, hogy azonnal beindult a fantáziájuk, és csak vártam, és fogadtam a szép eredményeket. Házi zsűrizést is kellett végeznem, mert otthon is még szorgalomból is hozzákészítettek, és akkor a eltelt napok után el kellett döntenünk, hogy melyik is lesz a pályamunkájuk. Mennyire volt meglepő, hogy az első helyet sikerült megszerezni? Önmagában az egy nagyon szép dolog, hogy egy közösség együtt gondolkodik a város szépségéről, és ez bizonyára a bíráló felnőtteknek is egy tetsző dolog lehetett. Az óvodás kategória eredményét a kiállítás megnyitóján hirdették ki a Városvédő Egyesület képviselői. Janzsó Fanni és Erős Anna között nem tudott dönteni a zsűri, így megosztva kapták az első helyezést. A második helyezetnek járó díjat Funtek Luca vehette át, míg a harmadik helyezést Mayer Rebeka érdemelte ki. A bírálók úgy döntöttek, külön díjat is kiadnak, melyben Sipos Réka részesült, valamint jutott még egy ösztönző kis jutalom is az egregyi óvodának. A Vibo Gimnázium diákjainak munkái nem szerepelnek a kiállításon. Sok-sok fekete-fehér rajzot adtak be, egy kicsit félre értették a témát, mert néhány fejlesztési elképzelést ábrázolt a körforgalom, buszpályaudvar, uszoda, egyéb és zöld terület nélkül. Egy paintball pálya makettjét készítették el, de egy szálfa nélkül, pedig azt erdőben is lehet csinálni. Az óvodások és az általános iskolások sokszínű munkáit a Városháza földszintjén tekinthetik meg az érdeklődők. Szeretnénk minden szülőnek, nagyszülőnek, hozzátartozónak megmutatni, ha eljönnek, nagyon szívesen fogadjuk őket, és hát szeretnénk megmutatni a zsűrinek majd 9-én, mert innen indul az útvonalterv szerint.